Az e-havi objektív vendége Czakó Balázs volt, tolnai fotós, akit elkísértünk a szekszári Bati keresztkilátóhoz, ahol végignéztük, hogyan készül egy naplementének a Timeless videója. A fotózás során megismertük a természetfotózás rejtelmeit, beleértve azt is, hogy mennyire fontos az időzítés, valamint, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézni annak, aki ezt a témát szeretné megörökíteni. Később pedig az utómunkálatokat is megtekintettük, majd a kész videót is. Én most felrakom először a nagy látószögű objektívet. Az pontosan mit akar? Hát ez azt jelenti, hogy 14-24 mm-es. Tehát ezzel tudom így a tájképeknek a nagyon nagy részét azt ezzel készítem, ez a legnagyobb a látószög. Tehát egy elég komoly részét befedik itt, ahogy elnézünk. És akkor ehhez van nekem speciális szűrőszettem, amit itthon igazából nem is lehet kapni. Ezt mindjárt meg is mutatom. Ennek és akkor neked honnan van? Vagy hol hallottál hát róla? Én igazából elég sok külföldi oldalt nézek, és minden eszközt úgy szoktam megvásárolni, hogy előtte utána olvasok, leginkább kint, mert elég sok olyan dolog van, amit itthon egyszerűen be se lehet szerezni. Például akkor ezek a szűrőszettek? Például ezek a szűrőszettek, amik kifejezetten erre a nagy látószögű objektívre vannak kitalálva. Mindjárt akkor meg is mutatom. Hát a természetfotózás teljesen más, mint például egy portré. Igen, teljesen más objektívek is kellenek hozzá, meg teljesen más, hogy kell nekiállni is. Tehát a kiegészítők is, mindjárt meg is mutatom. Tehát ezeket rá kell szerelni az objektívre. És azok mik? Ezek a tartógyűrűi. És pillanat. És ez mire jó, hogyha van ilyen tartógyűrű, stabilizál valamit, vagy? Igen, ez fogja majd tartani. Mindjárt meg is mutatom azt is. Ja, hogy már hogy itt is úgy van, hogyha nagy a látószög, akkor annál jobban kileng, vagy berezeg? Nem, igazából itt arról van szó, hogy nekem ez az objektív elé be kell tegyek egy 150x150 mm-es lapkát, ami így fog állni előtte, és azzal érek el különböző hatásokat. Például most, hogyha kinézünk arra, akkor ott süt a nap fent. De alul viszont az alsó része a képnek, ahol maga a táj van, az sötétebb. És ahhoz, hogy én ezt kiegyenlítsem, hogy egy képpel ne kelljen több képből összekombinálni egyet, hanem egyel úgy tudjak exponálni, hogy ne legyen kiégett rész benne, ahhoz egy ilyen félátmenetes szűrőt fogok használni, amit mindjárt meg is mutatok, annak a teteje az sötét. És ezt én ráhúzom a horizontra. És akkor így topítod a fény. Megmarad a nap, tehát a nappal szemben is nagyon jól tudok fényképezni. Mindjárt megmutatom. És akkor még milyen szűrőid vannak? Van többféle, vannak olyanok, amik teljesen sötét itt, tehát nem csak a fele sötét, hanem telibe tudom, azzal azt tudom elérni, hogy hosszú záridővel tudok fényképezni. Ez egy Big Stuffer, ez 10 fényértéket tud sötétíteni. Ezt nagyon nehéz beszerezni, főleg ekkora látószögű objektívhez. Ezzel akár napközben is több perces expót tudok készíteni, és mondjuk egy ilyen célnál, hogy itt lennének szép felhőink, akkor azt el tudnám mosni, tehát látszana rajta, ahogy a szél fújja a felhőket. Vagy ugyanezt mondjuk egy tengerparton, ahol hullámzik a víz, ott is nagyon szépen el lehet mosni vele. Nagyon sok tájfotós él ezzel a dologgal, hogy nem kell igazából nagyon hosszú, tehát nem is kellenek perces expók, hanem elég hogyha ha csak egy-két másodperc, mert akkor egy olyan sejmes hatást kölcsönöz egy hullámzó tengerpartnak, hogy hát ez már egy teljesen más világ. És akkor benne most felmerül ez a kérdés, hogy akkor ez most nem számít csalásnak? Nem. Nem, ez még nem számít annak, hogy manipulálva van a kép, nem, vagy nem, ilyesmi. Nem. Tehát ez még nem. Mondjuk ez pályázata válogatja, de én még olyat sehol nem láttam, hogy azt mondják, hogy nem lehet használni szűrőt. A nyers képet azt be kell mutatni. De ugye én azzal nem csinálok semmi, tehát nem alakítom át. Ugyanezt a hatást el lehet úgy is érni, hogyha én most itt felrakom a fényképezőgépet az állványra, és készítek több képet. Készítek egy olyat, ami túl exponálom, tehát túl világosra csinálom a képet, akkor az alja fog látszani, a sötétebb rész, utána csinálok egy normát, meg csinálok egy olyat, ami teljesen sötét lesz, viszont azon meg az ég is látszik. És akkor utána Photoshopban meg lehet ezt oldani csalással is. Vagy egymásra illeszted őket? Igen, és akkor ugye mindegyik képből az a rész fog látszani, amit ugye én döntök el, hogy melyik, hogy minél nagyobb lesz igazából a dinamika tartomány, mert alapból egy fényképezőgépnek adott ez a tartománya, ahol a
a fehér vagy a világosak és a sötétek között ő tudja érzékelni a dolgokat, és akkor ezzel ezt ki lehet tolni, de ugyanezt érem el a szűrővel is, és így egy képpel. És ezt nagyon sokan azt is hitték az elején, hogy, hogy ez így több képből van összerakva, pedig nem. Az átmenetes szűrőt, tehát ezt így kell elképzelni, és ezért raktuk össze ezt az egészet, hogy ezt fel tudjuk tenni az objektív elé. Akkor ezt ide betoljuk. Aztán majd ez be is lesz állítva, viszont ehhez még találtam én az interneten egy New York-i fotóstól ellestem egy trükköt. A mamájától lopta el, és ez neki a konty tartója volt. Ezt most leutánoztuk mi is. És ez, és ez azért kell, hogy ne legyen tükröződés, mert ekkora látószögnél, hogyha teljes képet akarok kapni, akkor a négy sarkából becsillanhat a nap. És akkor így nem tud vele, különösen hosszú expóknál, tehát amikor már ilyen 3-4 perces képet csinálok, akkor ez nagyon zavaró, tehát nem is lehet úgy fényképezni igazából. Van nekem ez mellé még egy szűrőm, amit ilyenkor szoktam használni. És akkor ezt a szél nem tudja befújni, vagy ilyesmi? Nem, de még ez még fejlesztés alatt áll. Tehát itt ezt le is kellene gumizni itt hátul. Plusz ilyenkor teljesen le kell takarni a fényképezőgépnek a nézőkéjét is. Ez pedig egy... Hát angolul az volt a neve, hogy naplemente szűrő. Ez a narancsból megy át teljesen áttetszőbe. És akkor ezt szoktam én még naplementéhez használni. Ez igazából ad egy szép narancssárgás szint a felhőknek. Én ezt elég sokat használom is. Ez az, amit utána Photoshopban nem lehet szerintem kikeverni, akármennyire is dolgozik rajta valaki. Tehát az, hogyha egy kép alapból így készül el, az egy nagyon nagy előny. Ebből az átmenetes szűrőből is többféle van, tehát többféle sötétítő elé. Tehát minél sötétebb, ugye annál erősebb napsütéssel szembe is tudok vele fényképezni. Annyi hátránya van, hogy ugye ez egy csík. És hogyha nekem lenne ott egy nagy... akkor az belelógna, akkor lesötétíteném a tornyot is. Tehát ott ezt már nem lehet használni, hogyha bármi így belelóg. Akkor itt most felmerül az, hogy a helyszínválasztás az is jelentős egy ilyen kép elkészítésénél. Igen, nagyon. Hogy szoktad felkutatni? Hát mostanában már úgy veszem észre, hogy ez a nehezebb része. Tehát most már inkább azon kell dolgozzak, hogy jókor legyek egy jó helyen, mert hogyha például volt olyan helyszín, ahova háromszor mentem ki egymás után, és a negyedik nap, mikor pont délutános voltam és nem tudtam menni, akkor volt a legszebb. Tehát ez elég nehéz és elég sok idő megy erre. És hogy szoktál földeríteni egy új helyszínt, hogy így túrázgatsz, vagy hogyan van így? Ismerősök mondják, hogy... Különböző fotós csoportokban benn vagyok az interneten, és ott is látok főként így ugye Magyarországon képeket, de szerencsére külföldre is sok lehetőségem volt elmenni. Alapból is én elég sokat utazok, úgyhogy ha meglátok valamilyen jó helyszínt, akkor általában megállok, és akkor nézem, és már tervezem, hogy mikor lenne jó ide visszajönni. Elég sokszor nézem a naplemente időpontját is, akkor, hogyha vihart fotózok, akkor mindig az előrejelzéseket, és akkor már eleve úgy készülök, tehát a Paksi erőműnél, ami készült, egy villámfotóm, az több oldalra is kikerült, ott is előre rákészültem, és ott olyan szerencsém volt, hogy pont műszak után, délutános műszak után jött a vihar, kimentem a horgásztavak mögé, és akkor éjjel 11-kor ott álltam, ahol kellett, oda csapott be a villám, ahol kellett, tehát így kívánni se lehetett volna jobbat. De azért ez nem csak szerencse kérdése, hogy valakinek egy jó természetfotója legyen. Hát nem, mert a tudás az kell hozzá, de a szerencsén is nagyon sok múlik. Nagyon sok különbség van egy-egy helyszín között, tehát ha jó az idő, vagy ha nem jó az idő fotózáshoz. Olyankor tudomásul kell venni, és szépen hazamenni. Neked mi volt eddig a kedvenc helyszíned, vagy mi az, ami az ilyen legkedvesebb? A legkedvesebb az a... Ugye én Tolnai vagyok, és ott a Tolnai Dunán sikerült eddig. Ami nekem a kedvenc képem, a tükröm, az egy nap kelte volt nyáron, és azt mondom, hogy mind kidolgozásba, mind az adott pillanat, amit elkaptam, eddig én azt tartom a legjobbnak. Pontosan mi is az a távkioldó, amit most így utólag még rászereltél? Minden esetben ezzel fényképezek. Ez azért kell, hogy külön rezgést én azzal, hogy lenyomom a kioldó gombot a fényképezőn, ne adjak még a képhez. Első gombnyomásra felcsapja a tükröt, és a másodikra fényképezek.
és ezzel egy sokkal élesebb képet fogok kapni. Itt most látom, hogy bevillogott így a nap, az mit jelent? Úgy van beállítva a fényképezőgép, hogy nekem már egyben mutatja azokat a részeket, amik kiégtek a képen. Tehát ezért kell ez a szűrő, de most én ezt direkt egy kicsit túlexponáltam, ami itt látszik is. Uh-huh. Azért csináltam így, mert ez a, hát most már azt mondom, hogy a két év tapasztalata, hogy ha valamit sötétre fényképezek, vagy normálba, akkor nehezebb utána világosítani, mint hogyha én ezen csak sötétítenék. Régen, amikor én elkezdtem fényképezni, akkor nagyon nagy divat volt ez a HDR. Ez a, végül is az, amikor a kamerának kitoljuk a dinamika tartományát, több képet készítünk. Ezen igazából minden fotós átesik, aztán ott is hagyja ezt a technikát, mert igazából nem így kell jó fényképeket készíteni. Uh-huh. Viszont most több fotós is elkezdett dolgozni egy új technikával, aminek ugyanez az alapja, hogy több kép készül el. Ez a digital blending, úgy hívják, és én is használom ezt, és ezt egészítem még ki a szűrőkkel. Tehát ilyenkor három képet készítek, egy olyat, ami a gép fénymérése szerint, a matrix mérés szerint, ami az egész képet nézi, tökéletesen van kiexponálva, ezt elkészítem, és már úgy van ilyenkor beállítva a gép, tehát ilyenkor kevésbé ég ki a nap is, utána készítek egy sötétebb képet, tehát itt tökéletesen látszik az egész égbolt, és ezután készítek egy világosabb képet, amin alul a sötétebb részek is látszanak, és ezt fogom Photoshopba ezzel a digital blending technikával összerakni egy képnek. Ez jóval kifinomultabb már, mint a HDR, az alapja az ugyanaz, de nagyon komoly dolgokat lehet előhozni vele, főleg városfotóknál láttam azt, amikor a Daniel Cheong nevű fotós hihetetlen dolgokat rak össze vele, és ugye ezt egy képből soha nem lehetne megcsinálni. Uh-huh. Most pontosan egy timelapse képet fogunk készíteni, vagy se te. Mi is az a timelapse? A timelapse az egy sok képből összerakott, igazából egy mozgókép, tehát egy videószerű dolog lesz. 200-300 vagy akár 400 képet fogunk készíteni, és ebből lesz egy 2-3-4 másodpercnyi anyag. És azt fogjuk látni, ahogy ott mögöttünk majd lemegy a nap. Ilyet nappal is szoktunk csinálni, napfelkeltében is, éjszaka is. Éjszaka kicsit tovább tart, mert ott hosszú záridők vannak, tehát hogyha mondjuk fél perces képet csinálok, ilyen csillagmozgást szoktunk is fényképezni, akkor fél perc egy kép, utána fél perc szünet van, és utána készül az új, és így hát elég könnyű egy akár 3-4-5 órát is eltölteni a képekkel. Azért ez hidegben annyira nem jó. És mikor kezdtél ezzel foglalkozni, mert a timelapse képekkel? A timelapse, hát igazából már egy éve is készültek ilyen képek, csak akkor még nem tudatosan, tehát akkor is elkészítettem ezeket, de akkor viharfotóknál, azért, hogy nappal is elkapjak villámot, amit kezdetben elég rosszul kezdtem el próbálkozni, de az volt a szerencsém, hogy az első képem, ami bekerült a National Geographic Magyarország magazinba, mint a hónap fotója, ott szerencsére én 800 képet készítettem, mire nappal el tudtam kapni egy villámot, és ez igazából csak most derült ki, hogy ezt én nagyon jól össze tudom rakni ilyen timelapse-ben is, tehát most azt a képet igazából most már mozgásban is lehet látni, és így tök jó, hogy régen én elszúrtam ezt a fotózást. A videózásnak most álltunk neki pár hónapja, elkészült az első úgymond saját videóm, a Vándor, amihez külön zenét is írtak, és külön az én képeimről írták hozzá a szöveget, és ezt a Balogh Tamás barátom rakta össze nekem magát a videót. Drónnal is dolgoztunk, akkor én is csináltam bele timelapse-eket, egy elég érdekes dolgot sikerült így összehozni. Most úgy állítottam el a gépet, hogy 999 képet fogok csinálni egy másodperces szünetekkel. Meg fogom állítani, hogyha eltűnik a nap. Majd ez most kiderül, hogy milyen gyorsan megy le. Uh-huh. Mondjuk ennek az a nehézsége, hogy ilyenkor változnak a fényviszonyok, tehát ahogy megy le, egyre sötétebb lesz. Igen. De ez egy mozgóképen jól fog látni, ez jól fog kinézni.
A forgatást követően Balázs otthonában megmutatta stábunknak, hogy milyen képek készültek a kilátónál, valamint azt is, hogy hogyan néznek ki maguk a fotók, miután egymás után rakta őket. És akkor eddig így áll ez a timelapse film, amit mi a Bati Kereszt kilátónál készítettünk, vagy hát te. Pontosan eddig mi történt az ott készült képekkel, hiszen mondtad, hogy nagyjából olyan 900-ra állítottad be, 900 kattintásra. Igen, szerencsére nem kellett mindent elkészítsük ahhoz, hogy lemenjen a nap. Feltöltés után minden képet külön kidolgoztam, egy automatizálás segítségével, amit én írtam, és utána ezeket a képeket raktam össze egymás után a videószerkesztőben. Nagyjából hány kép készült el a 900 kattintásból, mennyi volt az, ami hasznos volt, és hogy meg tudnánk őket akkor egyesével nézni? Igen, végül is 900 kép készült, de ennek a felét én kitöröltem, mert nem volt szükség rá ahhoz, hogy egy folyamatos mozgást tudjak bemutatni. Meg tudjuk nézni a képeket, 444 darab van, és akkor ezek már a kidolgozott képek, és itt látszik, ahogy megy szépen le a nap. Azzal, amit most mutattál nekünk, még milyen utómunkálataid vannak? Mivel itt elég jól ráközelítettem a dombokra és a napra, ezért a nagy szél miatt volt egy kis rezgés, ezt kell még majd kiszűrnöm, tehát van még utófeldolgozás, mielőtt elkészül a végleges változat. Kívül még milyen timeless videóid vannak, hiszen vannak olyanok, amiket említettél, sokkal látványosabbak, ahol például mozog a felhő. Igen, készültek ilyenek viharban is, naplementében, tónán, akkor a Visegrádon, a Dunakanyarban, az is egy nagyon szép naplemente volt, ott nagyon nagy szerencsénk volt. Hogyan készülnek el pontosan a timeless videók, hogy a kattintástól hogyan készül el a végtermék, hogyan áll össze? Először mindig keresek egy olyan pontot, ahonnan érdemes egyáltalán ennek nekiállni, mert azért ez elég komolyan igénybe veszi a fényképezőgépet, mivel 4-5-600, esetleg 800 vagy 1000 kép is készül. Ha megvan a helyszín, akkor felszerelem a gépet. Mindenképpen szeretem a szűrőimet is használni, mert a fényviszonyok miatt ez indokolt, és elkészítem akkor a 4-500 képet, miután beállítottam a fényképezőgépet, és utána feldolgozom őket. Ezeket minden esetben úgy készítem el, hogy egyszer a nyers fájlból kihozom magát a képet az én ízlésem szerint, és ezután én még a Photoshopban kidolgozom mindegyik képet. Ezt úgy készítem el, hogy egy kép alapján írok egy programot, és ezzel készül el az összes többi kép, és így lesz egy végleges változat. Meg tudnám mutatni egy-kettőt, amik ilyen a leglátványosabbra sikerültek? Persze. Ez hol készült, amit most látni fogunk? Ez Tolna határában készült, és igazából ezt még úgy készítettem el, hogy nem timelapse videót szerettem volna csinálni, csak egy villámot szerettem volna elkapni, és úgy sikerült rögzítenem ezt a felhőmozgást. Ez egy hatalmas vihar volt, ahogy megérkezik. Említetted Visegrádot is, hogy ott is készítettél timelapse videót. Igen, akkor mindjárt megmutatom azt. Ez naplemente vagy napfelkelte volt? Ez egy naplemente volt január elején, 2015-ben. Van-e valami érdekessége ennek a timelapse videónak, azon kívül, hogy láttuk, hogy gyönyörűek lettek a képek? Igen, itt ez volt az első olyan videó, ahol már a szűrőket használva készítettem timelapse videót, tehát itt fent volt egy átmenetes szűrő, amivel elértem, hogy ne égjen ki az égbolt, és egy naplemente szűrő, amivel sokkal jobban látszik a képeken a naplementének a színe. Említetted, hogy korábban is jártál már kint a Bati Kereszt kilátónál, és voltak olyan képei, tehát amin felhők is vannak, és ezért sokkal szebb a színvilág, lehet látni, hogy a felhőket megvilágítja a nap. Tudnál ilyeneket is mutatni nekünk? Hogy igen, milyen, amikor mi kint voltunk, sajnos nem volt felhő.
ez nem sokkal előtte készült, egy naplemente után. Ha felhő is van a képen, akkor olyankor mire kell figyelned? Igazából külön nem kell figyelni semmire, mert ugyanúgy készítem el a képeket, csak sokkal látványosabbak lesznek. És ezeken mindegyiken már van szűrő? Igen, itt mindenhol használtam a szűrőt. Készítettem hosszú záridős képeket is, de ott nem volt elég látványos a felhőmozgás még ahhoz, hogy ez tényleg jól nézzen ki. Sőt, még sikerült a holdat is lefényképezni nappal. Később Czakó Balázs stúdiójába is ellátogattunk, ahol elmondta nekünk, hogy még mik azok a témák, amiket Lencse végre szokott kapni, valamint beszélt az eddigi kiállításairól. A tájfotókon kívül még milyen képeket szoktál készíteni, milyen témák azok, amik még téged vonzanak? A tájfotózáson kívül nagyon szeretem a városfotókat, főleg az éjszakai és közvetlenül előtte a kék órában készült képeket. Ilyenkor igyekszem a városokban mindig egy magas pontot találni, például Szekszárdon a kilátó nagyon jó pont, akkor Veszprémben a 20 emeletes tetejére sikerült feljutnom, és innen nagyon jó képeket lehet csinálni éjjel a városi forgalomról, a kék óra, a kék éggel és felhőkkel is. És pontosan az a kék óra? A kék óra az a naplemente után, körülbelül egy fél óra, meg a napkelte előtt egy fél óra, amikor a nap már nincs a horizont felett, vagy még nincsen, és akkor igazából egy ilyen kékes az ég, ezt azok láthatják, akik korán kelnek reggel, és ilyenkor lehet különleges városképeket készíteni. A városképek mellett még miket szoktál csinálni, hiszen láttam a honlapodon, hogy vannak például portréid, a versenyautókat is szeretett fotózni, meg a motorokat is. Igen, most már 2 éve fényképezek esküvőket, ezt nagyon szeretem, bár elég nagy munka, meg felelősségteljes is, tehát először én ezt nem is szerettem volna, de aztán az első pár alkalom után úgy megszerettem, hogy most már szinte tele van a naptár idénre is. Ez mellett nagyon szeretek autókat fotózni, mivel én magam is szeretem az autókat, ezért ez egy nagy kedvencem. Akkor itt is keresem azokat a pillanatokat, meg helyszíneket, ahol meg lehet mutatni úgy egy autót, hogy az ne hétköznapi legyen. Tehát Domboriban nagyon szeretek fényképezni, ahol napkeltére szoktunk járni. Ez elég nehéz, mert nem lehet előre tudni, hogy milyen lesz az időjárás. Ilyenkor ki kell venni 4-5 órakor reggel, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Ezen kívül még készítek portrékat, szoktam fényképezni. Óvodákban is most már 3 éve, azt nagyon szeretem, ilyenkor mindig különleges dolgokkal készülünk, mert a gyerekek alapból nem mindig tudnak feloldódni, főleg nem akkor, hogyha ha esetleg csak 5-10 perc van egy gyerekre. Mindig viszünk be egy élő állatot. Tavaly karácsony előtti fotózásra egy kutyát vittünk be, aki azóta nálunk is maradt, mert úgy megszerettük, de hát a gyerekek azok odáig voltak érte. És tényleg érezni lehetett azt, hogy sokkal jobban feloldódnak. Tavaly kezdtem el tablókat fényképezni, most 2 osztály tablóját is csinálom, ezt idén is folytatni fogom. Fényképezek ballagást, szalagtűzőt, és felkértek már épületek fotózására is, hotel, étterem. Hotelekben és éttermekben, meg irodákban vállalom képek készítését is így a falakra, tehát akár 100 képet is rövid határidőn belül meg szoktam tudni oldani. Milyen kiállításaid nyíltak, hiszen, mert, hogyha jól tudom, volt olyan, amikor egy lépcsőházban nyílt kiállításod, a sajátodban például, és mi merre voltak? Igen, a legelső kiállításom az Budapesten volt egy kultúrházban, ahol Csillaglesen volt a címe, itt 10-12 ilyen csillagos éjszakai képem volt látható. Ezután megcsináltam ezt a lépcsőházi kiállítást, ez a saját lépcsőházunkban volt, a felújítás után megbeszéltem a lakókkal, hogy mi lenne, hogyha lecserélnénk a képeket. Ez elég jól sikerült, végül is lett belőle egy ilyen rögtönzött egynapos nyitott kiállítás is, sőt, még utána is egy csomó szomszéd mesélte, hogy csengettek, és be akartak menni, és megnézni a kiállítást. Szerencsére beengedték őket. Ez mellett volt
3 olyan kiállításom, amin én is résztvevő voltam, ez a Szekszárdi Fotóklubbal, volt Szekszárdon, és tavaly októberben nyílt meg az első önálló kiállításom Zalaegerszegen, a megyei és városi könyvtár kért fel egy önálló kiállítása, ide 40 képet vittem el, és ennek lesz még folytatása is, tehát ez az országban több helyen is látható lesz. Egy van tervben, most kértek fel Tolnán a Magházban szeptemberre egy kiállításom. Nagyon sok témát felsoroltál, amiket fotózol, mégis melyik a kedvenced? Mindenképpen a vihar és a tájfotózás.